Sziasztok, ez most nem egy megszokott adás lesz, ugyanis azon gondolkodtam, hogy mi lenne akkor, hogyha vlogot csinálnék. Nem csak én gondolkodtam rajta, hanem szoktam kapni ilyen visszajelzéseket, hogy miért nem csinálok vlogot, miért nem mutatom meg azt, hogy nagyjából miket csinálok úgy egész nap, milyen érdekes helyeken járok meg, különben is hogyan tekintek a világra. Viszont ez rögtön felvetne néhány problémát. Az egyik az az, hogy hiába megyek nagyon érdekes helyekre időnként, azt sajnos nem tudom nektek megmutatni. Mondok egy példát. Ma például az ország egyik legnagyobb vegyipari üzemében voltam. De nem mondhatom el, hogy hol. Ugyanis úgy történik ez az egész folyamat, hogy általában megkeres engem egy cég, hogy mi lenne, hogyha együtt gondolkodnánk, hogy valamilyen programban hogyan tudnánk együtt dolgozni. Ilyenkor elindulnak az egyeztetések, természetesen ez nem az a fázis, amikor én azt prezentálni tudnám nektek, hogy figyelem, itt meg itt voltam, és hogy ilyen meg ilyen program várható. Ugyanis ezek még titkosak. Viszont hozzátartozik a folyamathoz az is, hogy mondjuk elmenjek megnézni az adott üzemet, és az alapján jöjjenek benyomások, ami alapján tovább tudunk majd dolgozni az ötleteken. Aztán az esetek jó részében ebből általában nem lesz semmi, és persze az is igaz, hogy egy nagy ipari üzemnél, aminek stratégiai jelentősége is van, nem mehet be az ember csak úgy, és fényképezhet orvaszájba mindent, ami csak megtetszik neki. Tehát általában ilyenkor egy hosszú, előzetes egyeztetési folyamaton kell átesni, mit szabad felvenni, mit nem, utána pedig ezeket a felvételeket jóvá is kell hagyatni, hogy valóban látszhat-e minden, ami mondjuk a filmen rajta van. Ezzel persze nem panaszkodni szeretnék, hiszen ez teljesen így van rendben. Ki kell menni a körforgalomból. Hatszáz méter múlva jobbra kell fordulni a rámpa irányába, vagy felhajtó, vagy lehajtó irányába. Szóval a lényeg, hogy nincsen ezzel semmi gond, egyszerűen arról van szó, hogy ez egy másfajta munkafolyamatot feltételez, mint az, ha az ember mondjuk bemegy egy étterembe értékelni az ottani szolgáltatást. Tehát tök fölöslegesnek tartanám azt mondani, hogy milyen fantasztikus helyen voltam, úgyhogy aztán végül nem lesz semmilyen kézzelfogható eredménye. Aztán lehet, hogy lesz, de akkor fogjátok látni. Viszont nagyon jó lenne elmondani nektek, hogy az az üzem, ahol ma voltam, az tényleg levett a lábomról. Ugyanis nagyon izgalmas azt látni, hogy hogy megy be egy üzembe a nyersanyag, hogy kerül ki a végtermék, és menet közben a keletkező különböző melléktermékeket hogyan forgatják vissza a magába a termelési folyamatba, hogy lehetőleg ne keletkezzen fölösleg, hogy környezetvédelmi előírásoknak meg tudjanak felelni, hogy spóroljanak az energiával, és úgy egyáltalán hogyan működik ez az egész. Ez egy zseniális mérnöki munka és egy hatalmas emberi teljesítmény, aminek ma szemtanúja lehettem. És ti nem lehettetek szemtanúi. Szóval ilyen szempontból vlogot csinálni nem biztos, hogy annyira izgalmas dolog lenne. A másik dolog, ami eszembe juthat, hogy mondjuk egy vlogba, amiben ugye több témakör is szerepel egyszerre, raknék mindenféle kis színes ajánlókat. Például mondok nektek egy számsort. 2, 3, 5, 7, 14, ups, itt erre kell mennem. Tehát 2, 3, 5, 7, 14, 17, 25, 29, 28. A kérdés az, hogy milyen szám következik ezután. Azt hiszem, ez az a pont, amikor előveszem a GPS-t, ugyanis nagyon eltévedtem. Annyira nem tévedtem el. Jó, mehetek ezen az úton is tovább. A választ ne nekem írjátok meg, hanem Gáspár Merselődnek. A nevével talán már találkozhattatok ezekben a videókban. Ő az a bűvész, fizikus, matematikus zseni, aki hónapról hónapra feladatokat ad ki nektek, és minden hónap 15-ig meg kell válaszolni ezeket. Tehát mindig az előző hónap feladványára a következő hónap 15-ig kell választ adni. És ebben a hónapban bizony ez a feladványa, ez a számsor, amire meg kell adnotok, hogy mi a következő szám. Nyilván meg is indokolva, hogy miért pont ez. Akik egyébként minden hónapban részt vesznek ebben a feladványsorozatban, azok között az év végén kisorsol majd nagyon értékes nyereményeket. Úgyhogy, ha szeretnétek bekerülni ebbe a játékba, akkor a linket a videó alatt találjátok majd meg, hogy hogyan tudtok hol válaszolni. Egyébként Mersét nagyon régen szeretném meghívni podcastbe, de valahogy soha nem ér rá. Akárhányszor keresem, mindig azt mondja, hogy bocsánat, most nagyon elfoglalt vagyok, ez most egy nagyon sűrű hét, stb. De én kitartóan próbálom őt elhívni, mert egy bűvész, matematikus, fizikus szerintem nagyon-nagyon sok érdekes dolgot tudna mesélni. Úgyhogy, ha megadjátok neki a választ az e-havi fejtörőre, akkor azt is tegyétek mellé, hogy szeretnétek őt hallani. Kicsit pusoljuk.
Egy másik dolog, ami esetleg helyet kaphatna egy vlogban, az az, hogy milyen gondolatok játszódnak a fejemben, időnként milyen gondolatkísérleteket végzek, illetve ha meglátok valami érdekességet az utcán, jártamban, keltemben, akkor mi minden az, ami eszembe jut róla. Ezek általában igen nyitott végű gondolatok vagy gondolatkísérletek szoktak lenni, úgyhogy még véletlenül sem azt szeretném ezekkel kihozni, hogy én mindent tudok bármiről, ami látható körülöttem a világban, hanem az, hogy nagyon sok érdekesség vesz körül minket, és jó ezeken időnként elgondolkodni. Ezzel pedig ki is tudunk lépni abból az unalmas körforgásban, amiben egyébként valószínűleg mindannyian benne vagyunk. Mostanában például azon szoktam gondolkodni, ami meglehetősen aktuális, hogy egész pontosan miért hullatják a fák a leveleiket. Tudom, mert ősz van, te gyökér. A helyzet persze ennyire azért nem egyszerű, de ahhoz, hogy ezt megvilágítsam nektek, előbb hazamegyek, felveszem kumiszt, kimegyünk sétálni, és megnézzük közelebbről. Utána pedig, ha minden jól megy, még el tudok menni a mai első szindikátoros foglalkozásra is, ugyanis azok, akik jelentkeztek erre a versenyre, ma találkoznak először nem csak egymással, hanem a mentorokkal is. Tehát, ha hazaértem, folytatom a dolgot. A kérdés tehát az, hogy miért hullatják le ősszel a fák a leveleiket. Ez annyira azért nem kézenfekvő, ugyanis ez nem úgy történik, hogy beköszönt az ősz, a levelek pedig egyszer csak zuty leesnek, hanem a fa igenis tesz azért, hogy ez így történjen. Itt a levélnyél alapjánál kialakul egy úgynevezett abszíziós réteg, vagy nem tudom, hogy mondják magyarul, leválási réteg talán? Aminek az a feladata, hogy elzárja a netkeringést, és ennek hatására fog aztán végül zuty leesni a földre a levél. A fa tehát energiát fetszül abba, hogy megszabaduljon a leveleitől egy olyan időszakban, amikor eleve kevés energia áll rendelkezésre, mert hogy ősszel általában már viszonylag kevés a napfény. Oké, nem erről az októberről beszélünk, hanem akkor, amikor tényleg olyan igazi ősz van. Teszi ezt úgy a fa, hogy egyébként tudjuk, hogy vannak olyan stratégiák, amihez nem szükségszerű, hogy lehullajtsák a leveleiket ősszel. A túlevelőek nagy része ugyanis nem hullajtja le a levelét, mint ahogy ez a jószág se fogja, pedig jól láthatóan nem túlevelő. És többnyire ő sem, ő meg aztán végképp nem. Ezeknél a fajoknál rengeteg stratégia van, ami védi őket a hidegtől, mint ahogy mindenféle egyéb más mechanizmushoz is energiabefektetésre van szükség. Az élőlények pedig általában törekszenek arra, hogy optimalizálják az energiafelhasználásukat. Szóval luxus lenne csak úgy bármit bevetni. Annak tehát, hogy a nyugalmi időszak közelettével, ami itt a mérsékeltövön többnyire a telet jelenti, a fák lehullatják a leveleiket, kell, hogy legyen valamilyen evolúciós oka, és az a kérdés, hogy ez vajon mi lehet. És igen, elkezdtem utána olvasgatni különböző hipotéziseknek, és hát nem jutottam egy olyan eredményre, ami teljesen meggyőző lett volna. Persze az is igaz, hogy nem ástam bele magam túlzottan a témába. Nézzünk akkor néhány példát ilyen hipotézisekre. Az egyik az, hogyha nincsenek levelek a fán tavasszal, akkor virágzáskor sokkal könnyebben megy a beporzás, főleg, hogyha szélbeporzásról van szó, vagy pedig a rovarok is könnyebben megtalálják a virágokat. Van egy másik ökológiai szempontú megközelítés is, az, hogy kialakul egy avar, azzal rengeteg élőlénynek teremt a fa otthont ezáltal, segíti a túlélésüket, ami aztán összességében az egész erdőre kihat, és mindenki jól érzi magát a végén. Megint egy másik megközelítés, hogyha ősszel lehullanak a levelek, azok azért csak elkezdenek bomlani valamennyire, tehát tavasszal, mire megindul újra a netkeringés teljes gőzerővel, addigra lesz szabadon elérhető tápanyag, amit felvehetnek részben a fák maguk, másrészt pedig más növények ott körülöttük. És még rengeteg más hipotézis is rendelkezésre áll, de nem találtam olyan szemlecikket, amely ezeket összesíteni egy nagy elméletbe, hogy miért is hullatják a fák a leveleiket. Tehát, hogy mi az evolúciós előnye ennek az egésznek. De ha ti tudtok ilyenről, akkor írjátok meg a videó alatt kommentben, nagyon szívesen el fogom olvasni, de most irány a szindikátorok találkozója. Ami itt lesz a Google Groundon, úgyhogy megyek is be, mert hogy egy kicsit késésben vagyok. És igazság szerint fogalmam sincs, hogy hova kell venni pontosan. De azt hiszem, jó helyen járok. Ugyanis itt van egy tavalyi döntős és az egész programnak a főszervezője, Szigeti Fanni. Sziasztok! Hány embert várunk? Legalább 25-öt. Legalább 25 ember lesz. És azok csak az idei újak, igen. És ott van egy tavalyi régi, Álmos, szia! Hello! Ő egyébként mikroszkópos fotókat csinál, meg kis filmeket, ami baromi jól néz ki.
Elérhető valahol? YouTube-on meg lehet találni. Be fogom linkelni. Loxodás néven. Na hát mégsem itt vagyunk, hanem hátra kell menni. Elég nagy ez a hely, de oda megyünk fel. Szóval ez lesz az a helyszín, ahova majd a szindikátorok érkeznek, részben a tavalyi döntősökkel, részben pedig önmagukkal hozzuk majd össze őket. Illetve itt lesznek elvileg a mentorok is, akik majd hónapokon keresztül fogják gyúrni őket, köztük én is például. Időközben majdnem mindenki megérkezett, itt vannak az idei és a tavalyi szindikátorok is. Most még kicsit meg vannak szeppenve, és lem van teljesen a hangulat, de már is kezdünk egy ilyen kis csapatépítő és bevezetőt az egészbe, úgyhogy remélhetőleg a végére nagyon összekovácsolódik majd a csapat, és most megyek el is kezdem az egészet. És mondanám, hogy egy nagyon intenzív 3 órán vagyunk túl, de ez valóban így is van. Mindenféle játékokat játszottunk, ismerkedtünk egymással és egymásnak a témájával. Egy nagyon színes csapat jött össze, úgyhogy őket egy következő videóban szerintem egész biztos, hogy be fogom mutatni. Márha ők is hozzájárulnak, de miért ne járulnának hozzá, hiszen ők azért vannak itt, mert a saját kutatási területeikről szeretnének beszélni, majd a nagy közönségnek, egyébként márciusban majd ti is nézhetitek ezt a Science Show-t. Szóval ők a szindikátorok itt a háttérben, és valami ilyesmi lenne az, hogyha a vlogot csinálnék. És ez volt a 49. adás. Igaz ugyan, hogy volt több videó is a csatornán, mert hogy voltak mondjuk élő bejelentkezések, ilyenek valószínűleg lesznek még a jövőben is, de a számozott, szerkesztett adásokból ez volt a 49., amiből az is következik, hogy a következő az 50. lesz. Úgyhogy ezt ünnepeljük azzal, hogy tegyetek fel kérdéseket, és a következőben válaszolok ezekre. A kérdések jöhetnek lent kommentben, vagy pedig Twitteren is kérdezhettek, kukac.rblc81. Ebből következik az is, hogy mikor születtem. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Ja, és nyomjátok meg azt a harangot, hogy megkapjátok az értesítéseket, hogy mikor jön a következő. Én holnap után indulok Lisszabonba, ahol szintén szeretnék videót csinálni, azt, hogy azt mikor tudom megvágni és feltölteni, nem tudom biztosan, viszont nagyon-nagyon várom ezt az utat, és nagyon izgulok is, mert hogy bizonyára tudjátok, én 2 évig ott éltem, úgyhogy ha csinálok videót, szeretném nektek megmutatni olyan szemmel is a várost, ahogy én láttam azt ottani lakosként annak idején. Szóval rövidesen találkozunk. Sziasztok!